Hogyan az Isten? Szent Jövök! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és szeretném megköszönni azt, hogy ma itt felszólhatok, ami számomra rendkívül megtisztelő. És természetesen a Mi Hazánk Mozgalom elnöke és elnöksége nevében is köszöntünk mindenkit. És azt gondolom, nagyon jó látni azt, hogy Magyarországon vannak olyan emberek, olyan férfiak és nők, akik áldozatot hoznak a nemzetért, akik saját szabadidejüket, amit a családjuktól, a hobbijuktól, a mindennapjaiktól vesznek el, azt arra fordítják, hogy a bajba jutott embertársaikon segítsenek, hogy óvják és védjék ezt a nemzetet. Legyen szó akár közbiztonsági problémáról, humanitárius segítségről, vagy katasztrófáról. Azt lehet látni, hogy a nemzeti oldal összefog, és ott van, azokon a helyeken, ahol nagy szükség van rá. Márpedig napjainkban egyre nagyobb szükség van rá. És én is azt gondolom, hogy az előttem hangoktól már elhangzott, hogy ez a helyzet, ez tulajdonképpen egyre rosszabb lesz, és egyre nagyobb szükség lesz a Magyar Önvédelmi Mozgalom, a 64 vármegye és a nemzeti szervezetek, akár a betyársereg munkájára. Pontosan azért, hogy ezt a nemzetet megőrizzük úgy, ahogy őseink ráhagyták az elmúlt több mint ezer esztendőn keresztül. És ehhez rendkívül fontos az, hogy érdemelvű társadalmat építsünk. Mert az érdemelvű társadalom lehet az, amely igazságos. És ehhez értékekre van szükség. És nekem nem kell elmondani, hogy milyen nehéz a helyzet vidéken. Sokan tudjátok, hogy Miskolcról, Borsodból jöttem. Már évtizedek óta tudjuk, hogy milyen az, amikor egy-egy település vagy településrész élhetetlenné válik. Milyen az, amikor egy ember egész életének a munkája megy tönkre? Azért, mert kiilleszkedetteket megkeserítik. Milyen az, amikor eladhatatlannak állnak az ingatlanok? És milyen az, amikor kialakulnak a nogózónák, hogy persze a Magyar Belügyminisztérium és a balliberális pártok is tagadnak. És csak meg kell nézni a legutóbb Egerben készült felvételeket. És mindenki eldöntheti, hogy az lenne a megfelelő rend Magyarországon. És miért van mindez? Azért, mert a magyar hatóságok liberális módon működnek. A liberalizmus pedig nem alkalmas arra, hogy rendet teremtsen. Ehhez értékek kellenek. A liberalizmus pedig bevallottan értéksemleges. Értéksemlegességgel nem lehet nemzetet építeni. Nemzetet, közösséget építeni csak is értékek mentén lehet. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kormány, a mindenkori magyar kormány mit képvisel. Jelenleg is szereti azt mondani, hogy konzervatív politikát folytat. Na de hát önmagát cáfolja. Ha csak a legutóbbira gondolunk, elképesztő, hogy miközben migráns bűnözőket szabadon engednek börtönből, addig a hazájukat, akár testépségük árán is megvédő mezőröket elítélik. Ez nem érték. Az értéket ebben az esetben nyilvánvalóan a mezőrök jelentik. Az értéktelenséget pedig a hazánkat támadó migráns bűnözők. És azt gondolom, akkor lesz egy kormány konzervatív, ha ez megjelenik az intézkedéseiben. Ha ez áthatja a társadalmat, és a társadalom ennek megfelelően működik. Ha ez nem történik meg, akkor csak egy máz rajta. És a mi feladatunk, a Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Mi Hazánki az, hogy ezeket az értékeket folyamatosan képviseljük a magyar közéletben. És ti vagytok azok, akik példát mutattok, és értéket képviseltek. És azt gondolom, hogy ez a fontos, hogy a következő évtizedekben is ezt az értéket vigyük tovább. Ezen értékek mentén lehet hazát építeni. És az lesz a feladatunk, közösen, hogy mind terepen, mind a közéletben, mind a politikában képviseljük, de ne csak képviseljük, hanem tegyünk meg mindent azért, hogy ezek az értékek érvényesüljenek. Én ennek mentén kívánok a Mi Hazánk Mozgalom elnöksége és elnöke nevében egészséget, erőt és kitartást kívánok a munkához. Köszönöm.